Mi is a szociális munkanapjának célja? Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden napján segítik, gondozzák a segítségre szoruló honfitársainkat. A szeretettel, hivatástudattal végzett munkájukat, amelyet a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek, elismerjük. Ők, ti vagytok a fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. A szociális munka napján önöknek, nektek mondunk köszönetet. Segíteni jó. Jó annak, aki támaszt, vigaszt, támogatást, segítséget kap, és legalább olyan jó annak is, aki a segítséget adja. A nehéz élethelyzetben élők problémái sokfélék. A szociális ellátórendszereknek ezekre a problémákra kell hatékony megoldásokat kínálnia. A megoldás is sokféle lehet. Jó megoldás viszont csak úgy születhet, ha sosem tévesztjük szem elől, hogy a szociális ágazatban dolgozók elsődlegesen nem a problémákkal vagy a kérdésekkel foglalkoznak, hanem magukkal, az emberekkel. Karcagvárosi önkormányzat Karcagváros szociális szolgálatáért díjat adományoz a város lakosságának szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Balogné Győri Edit szociális gondozónak. A Karcagvárosi önkormányzat Karcagváros szociális szolgálatáért díjat adományoz a város lakosságának szociális ellátása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként Nagynégyákó Erika szociális gondozónak. A Karcagvárosi önkormányzat Karcagváros szociális szolgálatáért díjat adományoz a város lakosságának szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Labancné Barta Bernadett élelmezés vezetőnek. A Karcagvárosi önkormányzat Karcagváros szociális szolgálatáért díjat adományoz a város lakosságának szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Lukács Edit Éva szociális munkásnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Karcagvárosi önkormányzat Karcagváros szociális szolgálatáért díjat adományoz életpályájának elismeréseként Szanyiné Nyitrai Ildikó nyugalmazott részlegvezető főnővérnek. A szociális szakmák területén végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége 26 éves intézményvezetői munkája elismeréséül a Szociális Munka Napja alkalmából Kun Csilla Ilona, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, a Belügyminisztérium Szociális Munka Napja ünnepségén szociális munkáért díjat vehetett át Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár úrtól. Felkérem Kun Csilla intézményvezetőt, hogy a virágcsokrot szíveskedjen átvenni. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.
Ma, amikor a Szociális Munka Világnapját ünnepeljük, akkor különösen, de kijelenthetem, hogy nap mint nap, az év minden napján köszönetet mondhatunk, és elismerésünket fejezhetjük ki önöknek, amiért vállalják, hogy másokért, mások emberi méltóságáért dolgoznak, hogy az intézményeinkben, a házi segítségnyújtásban, az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátásában, a tanyagondnoki szolgáltatásban, a családsegítésben, a gyermekjóléti szolgáltatásban, szolgáltatásokban, a bölcsődei nevelésben, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységben, étkeztetésben, az idősek bentlakásos intézményeiben, az utcákon, tereken, melegedőkben, idősek, betegek otthonaiban, vagy az ellátásokhoz kapcsolódó gazdasági és kiszolgáló egységekben folyamatosan szolgálatot teljesítenek. Tisztelt díjazottak, engedjék meg, hogy magam és Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete nevében is gratuláljak azon kitüntetettjeinknek, akik ma átvehették Karcagváros önkormányzatának elismerő díjait. Az önök munkáját kimagaslónak értékelték az intézményüknek a vezetői, és Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete is úgy ítélte meg, hogy méltó helyre kerülnek ebben az évben is a város elismerései. De ez az elismerés egyben egy csapatnak, egy egész intézmény dolgozói közösségének az elismerése is. Hiszen kimagasló munkát csak jó közösségben, összetartó intézményi dolgozói csapatban lehet. És mindenképpen meg kell, hogy említsem a szociális területen dolgozó szakemberek mögött álló hozzátartozókat, a családtagokat. Nehéz és szép az önök munkája egyszerre, mert a szociális munkásnak lenni egy életforma. Nehéz és szép. Nehéz, mert képesnek kell lenniük akár a saját gondjaik elébe helyezni mások gondjait. Nehéz, mert a napi problémákat nem lehet levetni a munkaköppennyel, nem lehet elfelejteni kilépve a munkahelyről. Ez bizony elkíséri önöket napokra, hetekre. És a családtagoknak ezt kell sokszor megérteni és elfogadni. Mert önök felelősséggel viseltetnek másokért. Önök azok, akik egy jó szóval, egy érintéssel, egy gondolattal, egy néma odafordulással, akár egy érintéssel, vagy csak magával a szeretettel is tudnak gyógyítani. Mert ez a hivatásuk, és ez a küldetésük. És ez sokkal több annál, mint hogy ez a munkájuk. Ez egy életre szóló szolgálat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünnepeltek, kedves díjazottak! Még egyszer megköszönve munkájukat, a szociális területen dolgozó mindannyiuknak továbbra is sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok. Köszönet és tisztelet mindannyiuknak! Köszönöm.